A Dunaszerdahelyi járásban a koronavírus elleni oltás 2021. január 7-én kezdődött el. Elsőként az egészségügyi dolgozók kapták meg a vakcinát a Dunaszerdahelyi kórházban. Következett az idősek, valamint a pedagógusok oltása, majd korosztályok szerint a többiek. A kevés rendelkezésre álló vakcina miatt a védőoltások beadása Szlovákiában egy ideig lassan haladt. Segített a helyzeten, amikor megnyitották a nagy kapacitású oltóközpontokat, köztük márciusban a Dunaszerdahelyit is, amely naponta több ezer ember beoltására alkalmas. Februárban megkezdődött a zöld hulladék tárolására szolgáló konténerek kiszállítása a családi házakhoz. A lakók a kerti hulladékot tavasztól ezekbe a kukákba gyűjthették, a korábbi zöldzsákos rendszer megszűnt. A változás az első tapasztalatok szerint pozitív visszhangra talált. Szerintem ez egy nagyon jó megoldás, mivel a zsákok igaz, hogy lehet, hogy több fér bele, de viszont szakadtak, probléma volt, és gondolom, akik elvitték, azoknak is azért naponta emelgetni rengeteg zsákot, mert azért, ha azt valaki megrakta, annak azért volt súlya. A zöld hulladékot továbbra is hétfőtől csütörtökig gyűjtik, az utcákból viszont új ütemterv szerint szállítják el azt. Március elején kezdődött a sikabonyi körforgalom építése. A kivitelezés során adottak előre nem látható pluszmunkák. A körforgalom a Nagyabonyi út, a Kertész utca és a Cibók utca kereszteződésében épült meg. A közlekedés szempontjából neuralgikus közúti csomópontról van szó, ugyanis a megnövekedett forgalom miatt lassú és balesetveszélyes volt itt a haladás. Az ünnepélyes átadás április 23-án volt. A beruházást a Városi Önkormányzat és Nagyszombat megye közösen valósította meg, amelynek összköltsége 360 ezer euró volt. Tavaly télen és a tavasz elején a koronavírus járvány az élet minden területére rányomta a bélyegét. A Dunaszerdahelyi kórházban 76 ágyat különítettek el a koronavírusos betegek számára. Az oktatási intézményekben sokáig online oktatás volt, a munkanélküliségi arány 6% fölé kúszott. A sokáig zárva tartó üzletek a túlélésért küzdöttek, és egyre több szektor, például az idegenforgalom került a szakadék szélére. A járvány sok áldozatot követelt, a Dunaszerdahelyi járásban a tél közepén megháromszorozódott a halálesetek száma. A regionális közegészségügyi hivatal a rendőrséggel közösen mindeközben fokozottan ellenőrizte a járványügyi intézkedések betartását. A fokozatos enyhítések a járványhelyzet javulásával a tavasz második felében léptek életbe. Az ültesfát a jövőnek elnevezésű városi faültetési program keretében 2021 tavaszán a város több pontján is új fákat ültettek ki, elsőként a Jeszenszky utcában. Ebben a tavaszi időszakban több mint 100 fát fogunk kiültetni a városban, ezek mind méretes fák, közöttük a fajták, ugye a oszlopos gyertyán, szivarfa, juharfák. Hasonló fásítás volt a keleti lakótelepen, az Észak-2-es lakótelepen, a Városháza téren, továbbá a Nemesszeg, a Komenszky és az Amadé László utcákban. Az új fákat olyan területekre ültették ki, ahol hiányzott, hogy árnyékot adjanak. Április elején nagyszabású út- és járdafelújítást vette kezdetét Dunaszerdahelyen. Elsőként a Mikszáth-Kálmán utca rekonstrukciója kezdődött el, 2021-ben a Béke utca, a Csillag utca, a Széchenyi utca, a Kereszt utca, a Nyírfa utca, az Akácfa utca és a Virág utca is új útburkolatot kapott. A Pozsonyi úton és a Szabó Gyula utcában a járdát újították fel. Az önkormányzat a közúti infrastruktúra fejlesztését 4 millió eurós beruházási hitelből valósítja meg. A DASZ labdarúgó csapata a bajnok Szlován mögött a második helyen zárta a Fortuna Liga 2020-21-es idényét, amivel beállította a klub eddigi legjobb eredményét. A dunaszerdahelyiek több klubrekordot is megdöntöttek, a szlovák kupát viszont ezúttal sem sikerült megnyerniük. A Fortuna Liga rájátszásának utolsó fordulójában korlátozott számban, de lehettek nézők a MOL arénában. A DAC nyáron az újonnan induló Európa Konferencia Ligában szerepelhetett, ahol a szerb Partizán Belgrád jelentette a végállomást. A HC DAC női kézilabda csapata szintén sikeres tavaszt tudhatott maga mögött. A sárga kékek 2020-ban a csehszlovák MOL ligában újoncként a 10. helyen végeztek. Egy évvel később egy nagy ugrással a klubtörténet eddigi legsikeresebb évét produkálva 3. helyen végeztek a MOL ligában, a szlovák bajnokságot pedig a 2. helyen zárták. A lányok az európai kupaporondon is megmutathatták tudásukat, és január elején még mindig versenyben voltak az Európa kupában.